A Szabadkai Népszínház magyar társulata megérett. Újra elérte a színházi nagykorúságot. A háromtagú szakmai zsűri László Sándor, Vukoszávjev Iván és Urbán András négy produkció alapján értékelte a színészek teljesítményét. Az Übükirály, a Tapasztalt asszony, a Mágnás Miska és a Halál nem bicikli, hogy ellopják tőle című előadásokban nyújtott alakításokat mérlegelték. Az idei évad legjobb epizód szereplője Barát Attila és Kalmár Zsuzsa volt. Az évad legjobb női főszereplőjének Pesic Mónikát választották. Meglepődtem, nem vártam valahogy, nem tudom. Nagyon meglepett ez a díj most, még nem is tudom hova tenni. Tényleg nem erre gondoltam, vagy nem így, de nagyon jó esik természetesen, és szerintem ugyanúgy zárom az évet, ahogy egyébként is, és várom jövőre, hogy mi lesz a feladatom, mi lesz a dolgom. A legkiválóbb férfi főszereplő Mácsai Endre lett. Két éve szerződött a Szabadkai Népszínházba, de ősztől már nem lesz a társulat tagja. Én hoztam egy döntést, nekem a színház az életem, azt lehet mondani, és tehát most mondtam el, hogy mennyire nem találok szavakat, hogy mennyire örülök ennek a díjnak, de egy díj az nem változtat. Egy díj az óriási megerősítés, és nagyon nagy öröm, és szerintem inkább most ez nekem egy bátorítást ad. A közönség szavazatok alapján az évad legjobb női színésze Pámer Csilla, a legjobb férfi színésze pedig Pálfi Ervi lett. A legkreatívabb munkatársnak járó díjat idén Mezei Zoltán társulatvezető döntése alapján Kalmár Zsuzsa, a Karc Irodalmi Kávéház ötletgazdája kapta. A gálásán az idei évad négy bemutatójából mutattak be részleteket, illetve felcsendültek a Karc betét dalai.